Jó, ez egyértelműen ez volt eddig a legjobb. Mindenki utál téged a suliba. Hát elárulom, hogy ennek a pólód az oka. Te is szeretnél a legmenőbb ember lenni a világon, akkor vásárolj XP mintás terméket, és hidd el, te leszel a legnagyobb sztár. Szeretnél VIP XP-er lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért. Azt látod ezeket a brutális emojikat, csak te. És most, ha jelenkezel, akkor kapsz instant a csatornámon egy moderátor. Csatlakozz most. Na hát, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, kezdtük egy nagyon-nagyon érdekes videóhoz, bár nagyon régóta vártam ezt a videót, és úgy gondoltam, hogy titeket is érdekelni fog. Ugyanis srácok, ma egy ilyen, hát ilyen mod bemutató videó lesz, úgymond, vagy nem tudom, hogy mondjam. Brutálisan nagyon-nagyon durva bombákat fogunk tesztelni a Minecraft-ba, szóval lesz itt minden fekete lyuk, hatalmas robbanások, nagyon-nagyon durva lesz az egész. Szóval, ha titeket is érdekel ez a videó, akkor csapassatok egy hatalmas egy lájkot, iratkozzatok fel, és a csengőt sem felejtsétek el megnyomni, úgyis ezzel engem nagyon-nagyon tudtok támogatni. Illetve ne felejtsétek el, vannak X-mintás termékek, link a leírás, a pulcsi bögre, táska, kirakóság, mindenféle jó termék, szóval, ha vérbeli X-ferek vagytok, akkor vásároljatok és lehetek ti a legmenőbbek. Viszont én ne is hozott el a szót, nézzétek meg, mennyi bomba van, szóval most megmutatom nektek. Ez itt, ezek itt mind ilyen bombák, szóval nagyon durva, meg ilyen rakétavetők vannak, meg minden. Lehet, hogy nem fogom egy videóban az összeset letesztelni, de majd, hogyha szeretném, mondjuk 1000 like után tesztelem a többit is. Na, nézzük is az elsőt, nem tudom, tényleg annyira nem tudom, hogy mit csinálnak ezek a bombák, hogy... Jó, ez csak egy simát robbant, ez annyira durva azért nem volt, ez egy ilyen nagyobb TNT robbantás volt végül is. Annyira nem jó, nem is rossz, nézzük a következőt. Azt tudom, hogy lesznek nagyon-nagyon érdekesek is, szóval meg nagyon nagy robbanások is. Például ez... Esküszöm, megijedtem, srácok. Ez például nem tudom mi volt, ez tüzes íjak voltak. Ezek az elején még nem olyan durvák, majd a későbbiekben lesznek a durvák, higgyétek el, srácok. Írjátok le kommentben, hogy nektek melyik a kedvencetek. Ez például elég durva volt, és eléggé laggoldott is. Hát ez ilyen hordó volt, vagy nem tudom, úgy nézett, hogy egy hordó is úgy robbant egyet. Szóval elég nagy volt végül is. Nézzük a következőt. Szóval írjátok le tényleg, hogy melyik a kedvencetek, vagy melyik volt a kedvencetek. Aha, ez valami füst. Ez valami füst, ez nem tetszik annyira, és ez le is lassított minket. Szóval azonnal iszok egy kis tejet, mert az így lassít minket, és nekem annyira nem tetszik. Közben itt, hogy elnézem, itt közel-közel leégni a dolgok, szóval miért is ne, itt gyűjtsük is meg a következőt, itt a nagy lángok közepette. Hú, ez elég menőn néz ki, itt X van a tetején, meg ilyesmi, azért ez már egy rémisztőnek tűnik. Áj, megint egy füst, nem szeretem a füstöket, remélem, hogy ezek azért eltűnnek, mert ha itt maradnak, azok eléggé zavaróak. Nézzük inkább a következőt, nem akarom, úristen, be is loggolok a sok füsttől, nagyon nem tetszik. Na, nézzük a következőt, ezen egy bohóc van, srácok, jól látom, a tetején egy bohóc van, vagy nem tudom mi ez. Írjátok le, oh! Oké, hát ezek üllők voltak, ha jól láttam, már értem, hogy miért volt rajta bohóc. Nézzük a következőt. Hát oké, ezen valami kék dolog van, de nem tudom mi. Ó, ez ellök engem ezek szerint. Eddig nem voltak túl érdekesek, bevallom őszintén, de majd a következő sorban biztosan durvábbak fognak jönni. Nézzük ez. Ó! Jó, ez mondjuk elég menő volt nekem, azt tetszett, ez ugyanaz, csak behúz magába. Jó, jöhet a többi, ha jól tudom, bár melyiket vettem ki, ez még nem volt, az biztos. És akkor ezek jönnek is sorba. Oppá, azt kidobtam, nem baj, majd felvesszük. Majd amúgy reggel gyorsan csinálnunk kell, hogy elfelejtsem. Jó, oké, okay. Nézzük akkor ez mit tud. Nézzük, gyűjtsük meg. Hú, ma este eddig közös szépen csinálunk reggel, Time Set Day. Oké, ez már azért elég jó volt, ilyen pattogó bombákat lőtt ki. Ez jó, ez elég menő volt, srácok, szerintem, szóval ez eddig a legjobb mindenféleképpen. Nézzük a következőt. Ez ami nukleáris bomba lesz, vagy nukleáris, vagy nem tudom mi ez. Elég érdekesen néz ki, viszont nagyon-nagyon jó. Aha, jó, hát ezért sokszor robbanó füst, gondolom sebződünk, hogyha belállunk, szóval inkább nem megyek oda. Sonic, ez valami hang lesz, ahol a kinézet is ilyen hangokkal fog foglalkozni, gondolom. Közénk mindig van... Úristen, milyen hangja volt! És így felrepíti a blokkokat, és le is rakja, nagyon menő, nézzétek meg, srácok, egymásra is építi, hogy potyognak a blokkok, te jó ég. Jó, ez nagyon menő volt, ez eddig a kedvencem, egyértelműen, ez nagyon-nagyon menő volt. Jó, nézzük a következőt. Ez kérlek szépen, srácok, ez tele van C4-jel, ez ami robbantós lesz, de nagyon...
Oké, okay, hát ez ilyen, nem tudom, durva volt, nem volt durva, ez ilyen egy vonalba lerobbantott egy csomó mindent. Nézzük ezt, ez valami levél, gondolom, ami természeti dolog lesz, vagy esetleg egy folyót hoz létre, nem tudom. Mi történt? Ó. Oh. Hát, jó. Ez nem csinált semmit, oké, ez tetszett. Jöhet a következő, most az nem tudom, ez mit csinál, srácok, valaki tudja? Mert így semmi nem történt végül, és ide jó, ennek már azért volt hangja, ennek már azért legalább volt hangja. Nézzük a következőt. Kíváncsi azok, melyik fog a legnagyobbat robbanni. Hello. Mi ez a hang? Úgy de hangosak ezek a izék. Ez is valami... ez mi? Hello, itt leásott valami lyukat nekünk. És közben itt a távolba is robbantott, ha jól hallottam, robbantott párat, mindegy. Melyik volt? Ez volt, és ez az utolsó. Ez is valami, eznek ilyen zöld dolog van a tetején, ez rémisztőbb. Na várjál, hátrébb megyünk. Wow! Oké, eledett az eső. Jó, láttam, hogy esett az eső az előbb egy pillanatra, meg így megváltoztatott pár dolgot. Meg a fákanak leszett a tetejét itt a környéken, és hát ilyen blokkok kerültek ide, az őszintén nem tudom, hogy micsoda, de ez elég menő volt. Jó, nézzük meg még az utolsó sort, mert ugye az van még hátra, nem, még itt van kettő, nehogy ezeket elfelejtsük. Ezeket most így külön még leteszteljük, jó srácok, külön ezt a kettőt. Ez elég jól néz ki. Ó, ez parázlik is, parázslik is, vigyázzunk, vigyázzunk, jó? Jó, ez egyértelműen ez volt eddig a legjobb. Ez volt eddig a legjobb, ez egyértelmű szerintem, srácok. Ez a sugár, az nagyon-nagyon tetszett. Nézzük ezt. Ez is valami, remélem olyan lesz, mint az, mert ez az nagyon-nagyon tetszett. Na nézzük. Mi ez a hang? Hát ez csak hangot adott ki, ilyen kicsit rémisztő hangka lehet úgy mondani, de az annyira még nem volt rémisztő. Jó, az utolsó sor, srácok, ezek a legdurvább bombák, látjátok más is a színe, szóval kezdjük is el, nem is húzom távol a szót, ezek a legbrutálisabbak. Nézzük az elsőt. Oké, megint, ez ugyanaz, mint a sárga, csak ez kék színű, és ez ahhoz, mert jég lesz alatta, értem. Jó, akkor a sárga nekem úgy jobban tetszett, de ez se annyira rossz azért. Nézzük akkor ez mit tud, jó, csak haladjunk előre. Na, nézzük, esküszöm ér... Ó! Wow! Jó, ez egyik elég menő, és ez le is fog esni, vagy csak megy felfele. Jó, hát ez nem a legjobb, de úgy nagyon menő néz ki, mert hogy így... Azt a mindenit, ez nekem nagyon tetszik, srácok, rám nektek is. És ez így örökké megy felfele, így már szem is fogjuk látni ezeket a blokkokat. Jó, hát ez menő. Most nem tudok mit mondani, ez menő volt. Ilyeti ez, ez ami Ender a neve, szóval valami durva lesz. Igazok, hogy ez így eltűnnek a világból majd egyszer. Magához szívott és elteleportált minket, hát jó, nem rossz, de nem is annyira jó. Ez is valami hang lesz megint, ha nézzük. Na. Jó, oké, megint egy ilyen repülős blokkrész. Az utolsó jó, már csak kettő van hátra, ez a kettő a legdurvább, srácok. Szóval ez az utolsó kettő, az esküszöm a legdurvább. Nézzétek meg ezt tudom mit csinál, és eszméletlen durva, figyeljétek. Megmutatom, figyeljétek, készen álltok? Mindjárt felrobban, kell egy kis idő, mert nagyon-nagyon durva. De az utolsó az még durvább, szóval figyeljétek. Mindjárt, ha történik, eznek... Aha. Na srácok. Na erre mondjatok valamit. Ez a kedvencem amúgy, bevallom őszintén, ez a kedvencem. És ez eszméletes, szóval erre nincsenek szavak, amit így el tudnék mondani. És tudjátok mit, ez a helyszín tökéletes is lesz az utolsó bombához. Sőt, nem is itt mutatom meg, inkább mégis a kívül. Nézzétek meg, mekkora kráter, te jó ég, nagyon-nagyon durva szerintem. Viszont az utolsó, az még ennél is jobb. Figyeljétek meg, ez egy fekete lyuk, srácok, ezt nézzétek csak, nézzétek, figyeljétek, és itt át is fogunk majd menni kreatívba, hogy... Aha, ezt nézzétek, minden állatot, minden blokkot beszív a közepébe, és figyeljetek, majd egyre nagyobb lesz, egyre nagyobb, ahogy minden magába szív, egyre nagyobb lesz, nézzétek, ott alulról kezdi szívni a blokkokat, látjátok,
eszméletlen, szóval ez nagyon-nagyon durva szerintem. Nézzétek, ott így mindent, amit így van, az így szépen felszív, és ilyen nagyon-nagyon nagy hangja van, szóval inkább ki is jövök innen, mert ez nagy, túl durva. Szóval így eszméletlen, és egyre nagyobb lesz, srácok, amíg vége nem, szóval elpusztítja az egész Minecraft világot, soha nem ér véget, és egyre nagyobb és nagyobb lesz. Látjátok, hogy én is itt vagyok, meg is halok egyből. Viszont ez a videó ennyi lett volna, remélem tetszett, srácok, ha szeretnétek még, hogy ezzel a móddal még mutassak ilyen bombákat, akkor csapassatok egy lájkot, és 1000 lájk után folytatás. Ez a videó ennyi volt, én XP voltam. Sziasztok!